tradicionális konferenciája a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetségnek. Megalakítottuk az óvodapedagógusok szekcióját, hisz ők sajátos problémával rendelkeznek, nem úgy, mint a felső tagozatosok, és ez bevált, hogy évközben egy kétnapos szemináriumon vesznek részt, vagy konferencián, ahol egyrészt meghallgatjuk az ő problémáikat, másrészt pedig módszertani segítséget kapnak, hogy hogyan működjenek. Különösen fontos ez a szórványóvodákba dolgozóknál, hiszen azokban a településeken, ahol csak ukrán óvoda van, és esetleg egy magyar csoport van, vagy egy magyar óvoda van két-három csoporttal, ott nem megoldott az, hogy szakmai segítséget kapjanak, hiszen a nevelési módszerekben vannak, különösen a nemzeti nevelési módszerekben, a néptánc, játékoktatás és így tovább, megvannak a sajátosságaink. Na, ezt kapják meg itt nálunk, ezeken a konferenciákon, ahol neves előadókat hívunk fel Magyarországról is, ismertetjük és tájékoztatjuk őket a mostani helyzetről. Különösen aktuális ez most, amikor számos óvodát újítottunk fel, és egyre nagyobb az igény a magyar óvodai csoportok iránt. Főleg olyan településeken, ahol eddig elfelejtették, nem tanulták meg a magyar nyelvet, vagy nincs is magyar óvoda. Például a valamikori Beregi járás hegyvidéki, vagy a Bereg vármegyének a hegyvidéki járásában ez Ilosva Bilke húzt, ott a magyarság asszimilálódott, vagy eltűnt, elmentek. Hát Ilosván még 2010-ben majdnem 2000 magyar lakott, református egyházközsége volt, katolikus is. Bilkén még most is van református egyházközség, de miután nem volt magyar óvoda, semmiféle tanulás, ezért ott már nyelvet váltottak, és mondjuk a bilkei reformátusoknál talán ukránul is prédikálnak, tehát a prédikáció nyelve is ukrán, holott még a 90-es évek elején a Pedagógus Szövetség is tudott a kamasz gyerekeknek vasárnapi iskolát tartani. Na, ezekben az intézményekben, vagy Szeredje, ahol római katolikus egyház is magyarul misézett, meg a görög katolikus is 45-től, de 45 után semmi nem volt, de ilyen Perecseny is, meg ilyen a másik végén Nagyberezna. Itt most valami kis dolog megmozdult az emberek szívébe, és ha nem is a teljes anyanyelvi óvodát igénylik, de szeretnének az óvodában a magyart tanulni idegen nyelvként, ahogy számos óvodában, a városokban tanítják az angolt, a németet, az oroszt vagy a franciát, ilyen két anyanyelvű óvodák, és ennek a lehetőségét is beszéltük, hogy hogyan lehetne. Itt az van, hogy a nemzetpolitikai kabinet indított egy olyan ösztöndíjat, hogyha ezekre a helyekre, ahol helyi óvónéni nincsen, valaki az alföldi járásokból elmegy tanulni, akkor igényelhet egy ösztöndíjat, hogy legyen miből kifizetni az albérletét, meg miből megélnie ott. Nos, erről informáltuk most a pedagógusokat, ezek szeptembertől indulnának, és nagyon remélem, hogy szeptemberig lesz jelentkező arra, hogy ezen a vidéken egy-egy pedagógus egyfajta kis Petőfi programos missziót lásson el, ahol három településen az óvodákban naponta tart a gyerekeknek magyar nyelvi foglalkozásokat. Lényegében a feladat nem más, mint egy intézményesült nagymama szerepe, hiszen mi a nagymamától tanultuk meg a ringatókat, a mondókákat, a népi dalokat, a játékokat, és tőlük egy csomó mindent. Most pedig ezt vissza kell tanítani a gyerekeknek intézményes módon az óvónéniknek.